Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket, kedves elnök asszony, kedves rektor úr, kedves jelenlevők. Azt gondoltam, hogy a helyszín, Győr városa, illetve a Győri Széchenyi István Egyetem és természetesen maga a rendezvény és a jelenlevők is megfelelő méltó módon képviselik és reprezentálják a szakmát, jelenítik meg. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az infokommunikáció valóban gyökeresen átalakította a világunkat, a vállalkozásokat új lehetőségekhez, új piacokhoz juttatja, hatékonyabb működést eredményez, az ilyen módon felszabaduló erőforrások pedig újabb fejlesztéseket és új munkahelyek létrejöttét segítik elő. Összefoglalva tehát megállapíthatjuk, hogy az infokommunikációs ágazat az elmúlt időszakban, és biztos vagyok benne, hogy a következőkben is egyértelműen pozitív szerepet fog játszani a gazdasági növekedésben, a foglalkoztatottság bővülésében, az életminőség javításában, a vállalkozások versenyképességének növekedésében, valamint az esélyegyenlőség megteremtésében. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves jelenlevők! Magyarországon az iparág a GDP körülbelül 13-14%-át képviseli. Az infokommunikációs szektorban közvetlenül foglalkoztatottak száma körülbelül 150 ezer főt ér el. A szektor éves hozzájárulása a központi költségvetéshez mintegy 270 milliárd forint. A hazai IKT szakma világszínvonalú felkészültségét számos projekt dicséri. Tényleg csak kettőt említenék, hiszen tudjuk, hogy van ennél több is. A magyar szakemberek felkészültségét bizonyítja a példátlanul rövid határidővel magas technológiai színvonalon és költséghatékonyan megvalósított elektronikus útdíjrendszer, amely tavaly júliusban állt üzembe, és európai mércével mérve is egyedülálló az idén nyáron, illetve az előző nyáron elindult nemzeti mobil fizetési rendszer is. Az első olyan állami mobil fizetési megoldás, amelyre hosszú távon több innovatív készpénzkivélő megoldás is fejleszthető. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a Nemzeti Infokommunikációs Stratégiát 2014. februárban fogadta el a kormány, a 2014-2020-as időszakra vonatkozó legfontosabb célkitűzéseket foglalja össze, összhangban az Európai Unió infokommunikációs szakpolitikájával. Az egyik legfontosabb cél, és amely minden további fejlődés irány kiinduló pontja és a mai szimpózium kulcstémája, hogy a szolgáltatókkal együttműködve 2018-ig minden háztartás számára váljon elérhetővé, azt szeretnék a 2018-ig, de legkésőbb 2020-ig, tehát váljon elérhetővé másodpercenkénti 30 megabites sávszélességű internet elérés. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ennek érdekében jogszabályi környezetet teremtünk, elkészítettük az új generációs szélessávú infrastruktúra térkép adatbázisát, és megoldottuk, illetve a hiányzó pontokon pedig keressük a szükséges forrásokat. Az infokommunikációs iparág jelenti az egyik nagy esélyt Magyarország számára az elkövetkezendő években. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Önök biztosan tudnak róla, de itt a szélesebb nyilvánosságnak Győrben is mondjuk el, hogy Magyarország elnyerte az 1865-ben alapított Nemzetközi Távközlési Egyesület telekommunikációs világtalálkozójának megrendezési jogát, amelyre gőzerővel készülünk, és amellett, hogy nagyon fontosnak tartjuk, egy nagyon-nagyon színvonalas magyarországi rendezvényt szeretnénk. Azt is mondjuk el a győrieknek, az itt élőknek, hogy ennek a szervezetnek Magyarország alapító tagja volt. Az esemény rendkívül nagy jelentőséggel bír, ez laikusok és szakmabeliek számára is világos lehet, hiszen egy óriási érdeklődéssel kísért világméretű rendezvényről van szó. A szektor fejlődésére gyakorolt kedvező hatása mellett vállalkozáselénkítő gazdasági jelentősége is kiemelten fontos, mivel az esemény módot adhat arra is, hogy a magyar vállalkozások egy igen széles nemzetközi fórum előtt be tudjanak mutatkozni, kapcsolatokat tudjanak kialakítani a világ vezető informatikai távközlési cégeivel, ami hozzájárulhat Magyarország versenyképességének világszintű növekedéséhez. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A szélessávú internethez kapcsolódóan, illetve a digitális nemzeti fejlesztési programhoz kapcsolódóan ugye nem csak a nagysebességű szélessávú internetet céloztuk meg, hanem azt is megcéloztuk, hogy országosan közel 100 000 ember számára indítsunk képzéseket.
ők azok, akiknek szeretnénk segíteni abban, hogy a mai kor modern eszközeit az életük részévé tudják tenni, hogy az életük mindennapjaiban, munkahely, munkával kapcsolatos dolgokban segítséget tudjanak kapni, magyarul a digitális készségeket meg tudják szerezni. A kormány fejleszti az elektronikus közszolgáltatásokat és intelligens városi szolgáltatásokat vezet be. Önök biztosan tudják, de mondjuk el itt az ország nyugati pontján, hogy elsőként Nyíregyházán tesszük a mostani ütemben, a mostani program keretében. Valamennyi iskolában elérhetővé tesszük a szélessávú internet hozzáférést, korszerűsítjük a meglévő kapcsolatokat. Itt igaz ez Győr városára is, illetve a Győr környéki településekre 86 iskolát érint. Az itteni győri, illetve a Győr környéki településekkel jövő év tavaszára, kora tavaszára fogunk végezni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, parlamenten kívül, tehát most itt először szeretném megosztani önökkel azt a gondolatomat, hogy én magam jónak tartanám, és támogatnám a közműadó olyan irányú fejlesztését, felülvizsgálatát egész pontosan, amely a teljesen új hálózatok építése, valamint a meglevő hálózatok jelentős korszerűsítése esetén is legalább 100 megabit per szekundum sávszélességűre korszerűsített szakaszokon nem csupán csökkenteni kellene, hanem a használatba vételt követő 5 évben teljesen megszüntetni a közműadó fizetési kötelezettséget. Hitem szerint ez a általam elmondottak a kormányzati célokat is szolgálnák, és összességében az internet használathoz, a lakosság az emberek által történő internet használathoz való hozzáférést is segíteni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, eredményes tanácskozást kívánok, kedves rektorúnak pedig azt kívánom tisztelettel, hogy ez a győri, Győrben indított rendezvény jó hírű rendezvény legyen, sok-sok hasonló győri rendezvény kövesse, és természetesen azt kívánom, hogy az ország minden pontján a szektorban dolgozó szakemberek találják meg azt a számítást, azt a tervet, ami a szakmai elképzeléseik megvalósulását, megvalósítását szolgálja. A kormányzat ebben partnere lesz önöknek az ország minden pontján. Köszönöm szépen a figyelmüket!